Ádám, mikor kezdted el a go-kart pályafutásodat? 2010 nyarán kezdtem Vácon, ahol a szüleim beirattak egy go-kart táborba a Gergővel, és ott megtanultuk az alapokat, amik szükségesek ehhez. És mik ezek az alapok, amik szükségesek a go-kartozáshoz? Hát azok például, hogy melyik a gáz, melyik a fék, a motor például hogy van összerakva, egy karburátort megmutattak nekünk, hogy hogyan működik, ilyesmik. Milyen szerszámok kellenek. Ádám, mi a legelső sikered? Amikor visszakamítóban a 10. helyről feljöttem egy dobogós helyre, és számomra ez volt a legjobb. Mikor volt az első pole pozíción? 2 éve volt Dunaszerdahelyen, már nagyon meleg volt, és már a szabad edzések is nagyon jól sikerültek, és már várható volt, hogy én indulok az a legelső helyről. Melyek voltak a számodra a legkedvesebb versenyek? Számomra a világbajnokság volt a legélvezetesebb, mivel minden országból az első vagy a második helyezett jut ki, és én a második lettem, és kijutottam az első helyezettel együtt, és itt ugye nagyon erős volt a mezőny, itt volt az Európa-bajnok, meg akik Európa-bajnokságon előmennek, szóval mindegyik ilyen erős pilóta, és hát nagyon nehéz volt. És ezen a világbajnokságon milyen eredményt értél el? Hát összesen 81-en voltunk, vagyis hát 78-81. És ugye mivel ilyen sokan vagyunk, A, B, C, D csoport volt, és mindegyik szabad edzések is így zajlottak le, az időmérők is. 4 selejtező volt, és ezek úgy történtek, hogy mindegyik csoport össze volt egyszer-kétszer keverve. Milyen eredményt értél ezen a világbajnokságon? A világbajnokságon a 21. helyen sikerült végeznem, bár nem jutottam be a döntőbe, mivel az időmérőedzésen kilöktek, így nem tudtam folytatni az időmérőt. 3 mért köröm volt, ugye, ami még csak bemelegítő, így mindegyik selejtezőben az utolsó helyről kellett indulnom. Mindegyik selejtezőben 40-en voltunk, és sikerült feljönni mindegyikben a 21. helyre, de sajnos nem volt elég, hogy bejussak a döntőbe. Ki a példaképed, és miben szeretnél rá hasonlítani? Hát a példaképem az Ayrton Senna. Amikor én még nem születtem meg, ő már meghalt, de nagyon sok videót és a filmet is megnéztem, nagyon tetszett, hogy a vezetés nem volt szükséges, hogy mindenből a legjobb dolgokat vegyék meg, például ilyenek, és mindig ott ment az első helyeken. Ezért a példaképen. Milyen célokat tűztél ki még magad elé a go-kartozásban? Hát a belga bajnokságon szeretnék elég jó eredményeket elérni, mivel már túlsúlyom van az előző kategóriában, így nagyobb kategóriába kellett, hogy lépjek. És szeretnék Európa-bajnokságon is indulni. Milyen célokat tűztél ki magad elé a go-kartozásban? Hát szeretnék minél jobb eredményt elérni ezen a belga bajnokságon. Ez 4 versenyes, de az első az viszont nem számít bele, mert az csak ilyen gyakorló futamszerűség lesz. És ebből a nagyobb kategóriából még szeretnék kijutni a világbajnokságra is. Kik támogatnak téged? Hát a szüleim azok nagyon sok mindenben támogatnak, főleg ők, de így van a csapatfőnökkel is, vele nagyon sok mindent kell megbeszélni, és a szerelőm nagyon sokat írt nekem ki edzéstervet is, meg a VB-n mondta, hogy miket kell csináljak, hol menjek, meg ilyen plusz dolgokat, amik még jól jöhetnek. Miért kezdtél el go-kartozni? Hát már kiskoromban is nagyon szerettem az autókat, sokat kisautóztam, és még akkor nem tudtam, hogy van ilyen, hogy go-kart, és aztán egyszer lementünk Gyöngyösre a Mátrába csak így szétnézni, aztán ott megláttuk a go-kart pályát, nagyon megtetszett nekem is és Gergőnek is. Hát eleinte nem mertem még beleülni se, de aztán bátorítottak, hogy üljek bele, meg ilyenek, és hát belültem, és utána nagyon megtetszett, és azóta versenyző. Mennyire veszélyes ez a sportág?
Hát ez nagyon veszélyes sportág, mivel nagyon gyorsan megyünk, nem vagyunk bekötve, de viszont van bukósisak, overall, bordavédő, kesztyű, ilyesmik. És hát egyszer volt olyan balesetem, hogy nem ittam szinte majdnem semmit, nagyon meleg volt, és elájultam. Ez volt az egyik legnagyobb. De viszont volt olyan is, hogy nagyon sokan voltunk kisebb kategóriában, és összeütköztünk. Nem lett semmi baja senkinek, de elég nagy karambol volt. Thank you.